Kedves hölgyeim és uraim, mire jó egy ilyen elköszönés? A nagy rohanásban szükséges a megállás, a számadás. Időnként vonalat kell húzni, el kell köszönni, és a barátoknak meg kell köszönni az eltelt időt. Hosszú volt ez az idő, sok minden történt az egyetem érdek életében. Nem kizárólag az én érdemem, hanem egy csapat, az egyetem érdeme. Hazai és bizonyos szempontból az európai egyetem és felsőoktatás sok körében magas szinten stabilizálódott az egyetem hírneve és megbecsülése. Nem csak az európai térségben van és nő az elismertségünk, hanem világszerte is, hiszen több mint 60 országból jönnek hozzánk tanulni vágyó fiatalok. Az egyik legjelentősebb biomedicinális kutatóhelyként kutatóegyetemi címet kaptunk néhány évvel ezelőtt. Szervezett programokkal és eredményesen támogatjuk a tehetséges fiatalokat. Talán ez a legfontosabb, a jövő építése. Befejezés előtt állnak olyan beruházások, amelyek a múltunk értékeinek megóvását szolgálják, ezek feltárásával és bennük kulturális programok elhelyezésével kulturális missziót is vállaltunk, hiszen ettől lesz teljes az egyetem. Ezeket az eredményeket egyébként csak elkötelezett csapattal és az önök támogatásával lehetett elérni. Önök mindnyájan emlékeznek arra, hogy mikor, miként támogatták az egyetem vezetését. Lehet, hogy azzal, hogy éles kritikát fogalmaztak meg, de ez is támogatás volt. Szeretettel és köszönettel nézek barátaimra és tanítványaimra, és a velem szemben álló kritikáiból eltérő véleményeiből is sokat tanultam. Köszönet érte. Azt üzenem nekik, azt üzenem mindenkinek, amit Geiger György barátom, híres trombita művész mondott. Kedves trombitások, csak trombitálni, az kevés. Kedves emberek, csak úgy leélni az életet, az kevés, és majdnem fölösleges is. Non est volentis, neque currentis, sed miserentis dei. Károli Gáspár csodálatos fordításában nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut utána, egyedül a könyörülő Istené.